Nem elég, hogy én kész vagyok? Még te is fejreálltad? Jó lesz a buli, mama, látom. De majd a kávéhelyre tesz, meg Szulák művésznő, ugye? Még soha nem találkoztunk személyesen Szulák Andrával. Nekem persze már van egy kép a fejemben, hiszen olvastam róla, hallottam őt. Szerintem szereti és élvezni habzsolni az életet, sokat bír, beleállhat keményen dolgokban, nem fél ugrani az ismeretlenbe, vehemens, erős igazságérzettel, szókimondó lehet, és a szavakkal szerintem képes sarokba szorítani bárkit, és akkor még finoman fogalmaztam. Hogy kimenjem. Na gyere már, jöttél, nélkül nem fog menni. Elgondolkodtam akkor, amikor róla a felvezető sorokat így fogalmaztam magamban, hogy talán azért is szeretem annyira a munkámat, mert hogy itt csekkolhatom magam. Hogy mennyire jön be az, amit ismeretlenül gondolok ugye az emberekről, és érzek belőlük, és mi a valóság? Jó kis játékem. Sziasztok! Sziasztok! Mondjátok, hogy kezed szabad fogni, vagy beszintani? Van neked, azt a leginkább. Péter Kézi, Szulák Andi, szia! 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 Nagy Barbara, szia! Barbara! Köszönjük szépen, hogy eljöttetek! Kinyitották az ajtót, és mert egy húzatot érezted. De azt most már lekapcsolták. Jó, jó vagy? Minden oké? Szulák Andrea a nagy szórakoztatóipari díva simán vállalja, hogy vendéglátozott és nem esik le a gyűrű az ujjáról akkor sem, hogyha az operett színpadról egy falunapon, raklapon kell énekelnie. Hol színházban játszik, hol műsort vezet, nekem nagyon-nagyon tetszett az Activity-ben. Emlékeztek még erre a műsorra? Majd biztosan ez is szóba kerül, ahogy az is, hogy az élet azért keményen megrángatta. Jó lesz? Ez az a történet. No, képzeld el, Andi, én ide csücselek be. És nem látlak, és mit beszél? És képzeld el, hogy nem fogsz látni. Csücs le. Aha. Már vehetek? Aha. Hát ez ilyen spontán mindenki, csak így beállítom majd az élességet. És igen, nagyon sokakat zavar, tudod azt, hogy engem így nem látnak. Hát engem nem zavar semmi. De azt, te ilyen... Ez zavar, nem sok ez minden más, de ez speciális. Ez biztos, hogy... De tudod, miért gondolom azt, hogy titeket, színésznőket biztos, hogy nem? Mert hogy rengeteget ültök tükör előtt, nem? Az, hogy rengeteget, az túlzás, hanem inkább a munkánkkal kapcsolatos dolgok miatt kell. Amúgy én már egyre kevesebbet ülök a tükör előtt. De hogyha bármi van, sminket szeretnél igazítani, bármi hát ilyesmi. Ez így van, ez már így marad. Ez biztos, hogy ez de egyébként nagyon jó. Ez most már így marad. Hát ha jó, hanem ez milyen így kimozdulni a vírusok egyéb iránt? Na, szuper jó. Valakik jönnek, mennek. Legalább élet van a házban, de most már igen, nem ilyen síri csak. Szóval milyen a vírus után egyébként az embernek sminkben, hajban lennie? Tudod úgy összetennie magát? Vagy te a vírus alatt is jártál ide-oda? Vagy, mert nagyon sokan képzeld el a vendégeink közül, visszamondták éppen abból kifolyólag. Félek? Nem csak a félelem, hanem egyszerűen olyan depresszív hangulat uralkodik rajtuk, hogy azt mondták, hogy két évkézzel pozitív mondatot nem tudnának elmondani, úgyhogy inkább egy hónapot csúsztassuk. Képzeld el. Megértem. Én azért most kezdtem itt a végére már nagyon befáradni ettől. Egész jól viseltem, tehát majdnem egy évig, sőt, pontosan egy évig nagyon jól viseltem, nem volt semmi feszültség bennem. És hát egy csomó jó dolog történt mindamellett az életemben, ez alatt az idő alatt. Tehát én tavaly nyáron már azért szerepeltem, koncerteztem, felléptem a színházakkal, ősszel is volt egy csomó feladatom, sőt még a december is a lehető legjobban sikerült, a semmihez képest. És még januárban sem gyűltek össze a viharfelhők, mert ugye elkezdtünk próbálni az Operett Színházban egy állati jó darabot, egy csodálatos rendezővel, és akkor az ott nagyon fájt, amikor azt mondták, hogy 8-án off.
Aha. Bezár a bazár, azt már úgy nagyon... Tehát ott úgy éreztem, hogy a földön fekvőbe rúgunk bele. Tudod, az a legrosszabb az egészben, hogy úgy neki törődködsz, hogy összerakod magad, úgy beleéled magad, úgy, hogy jaj, végre lehet menni, de nem. Aha. Akkor megint, aztán megint nem. És ebben nagyon el lehet szerintem fáradni. A bizonytalanságban is leginkább. Hogyha visszamegyünk az időben, bármikor is az életedben, akkor a hullámvölgyeket, van valami taktikád, ami alapján túléled? Tehát hogyan élsz túl helyzeteket? Van kapaszkodó? Eszem. Nem, hülyeskedek, nem. Hát figyelj, tök mindegy, csak túl kell élni. Tehát, hogy valaki a hitébe kapaszkodik, valaki nem tudom, valami elvrendszert követ, hogy otthon nem tudom, minden nap fut, hogy bevált-e valami neked az évek alatt az ilyen krízisekre? Ilyenkor azokat a dolgokat szeretem csinálni gyakrabban, vagy akár rendszeresen, amit amúgy is nagyon szeretek, vagy szerettem volna, csak nem volt rá időm, vagy még nem volt rá lehetőségem. Uh-huh. Igen, elkezdtem rengeteget sétálni, szerencsére olyan környékkel lakom, ahol el van is lehetőség. A világ összes receptjét lefőztem szerintem, rendet tettem az otthonomba, elővettem a régi színes fonalaimat, és kötögetek, forgolok, irgalmatlan sok filmet megnéztem, nagyon-nagyon-nagyon sok könyvet elolvastam. Tehát ilyenkor úgy táplálom magam a szó mindenfajta értelmében. Aztán szembesülök a tükörrel, és azt mondtam, hogy jó, hát ennek véget kell vetni, akkor vannak a böjtök, a diéták, tehát ez így hullámzik. Uh-huh. És aztán ebben el is telik az idő. És a legfontosabb, hogy van egy kamasz gyerekem, aki most várja a felvételi eredményét, és hogy ilyenkor nagyon ő van a fókuszban, tehát nem is a magam nyühével vagyok elfoglalva, meg sajnálom magam, vagy bosszantom magam, hanem azért mindig ott indul és ott végződik a történet, hogy a gyerekem hogy vészelje át ezt az időszakot. Önmagában véve, most csak ez nyilván egy közhely, kamasznak lenni sem egy könnyű galop. Uh-huh. Különösen most ebben a bezártságban, mert ugye ők nagyon sokat, szerintem egymást tudják a leginkább tanítani már ebben a korban. Dumálhatok ki neki bármit, ők ezt egymás között sokkal jobban meg tudják beszélni, de nincs most lehetőségük egymást formálni, nincs lehetőségük kiszakadni az otthoni protokollból. Hát és ember legyen a talpán, aki ezt jól viseli, tehát akinek ez nem nyomorítja meg egy kicsit a hétköznapjait. Az előbb a tükörről beszéltünk, és én azért gondoltam ezt a műsort létrehozni, mert szerintem nagyon fontos a szembenézés. Te tudsz szembenézni? Tudsz tükörbe nézni? Tudsz mélyre nézni? Hát ezt elég régóta gyakorolom. Szerintem én minden elért eredményemet ennek köszönhetem. Igen, a szembenézésnek, a mérenézésnek? Uh-huh. Azt gondolom, hogy kimegyek és szólok, hogy hallgassanak el például. Van élete hotelben, igen, most. Okay. Elmente, folytatom. Tehát azt gondolom, hogy inkább az aktuális önmegismerés az, ami nagyon fontos. Tehát felismerni azt, hogy most az életem milyen szakaszban tart, ki vagyok, mi vagyok, milyen vagyok, mire vagyok képes, mire vagyok alkalmatlan, és a helyére rakni saját magamat. Tehát ez a tükör. Az nem érdekes, hogy egy kicsit itt ilyen, meg egy kicsit az ilyen, meg már amúgy is, tehát lenne még mit csinálni, de nem, tehát ez már nem fontos. Már nem? Nem. Az a fontos, hogy mi az, amit még szívvel, lélekkel és fizikummal bírok. Bármiről legyen szó. Munka, család, hobbi, barátok, egyebek, szabadidő, igen. Szerinted sokaknak kellene tükörben nézni? Tehát, hogyha most a társadalom nagy részét nézzük, akkor mi kell a felismeréshez, a változáshoz? Mert az, hogy rossz irányba megyünk, az szerintem nem kérdés. De hát nem biztos, hogy a tükörbenézés az, ami segítene.
mert azt gondolom, hogy a tükörbenézés lehet, hogy egy kicsit rontana még ezen az állapoton, ugyanis szembesülne mindenki a saját gyengeségével, alkalmatlanságával, nem helyén valóságával. Tehát én azt gondolom, hogy az én pozicionálásról beszéltem az előbb, hogy ez nagyon fontos. Most amikor valaki belenéz a tükörbe 40-50, akárhány éves, és azt látja, hogy teljesen más a kép, mint ami belül van, az azért nagyon össze tud valakit szerintem zavarni, és az rossz esetben komoly agressziót tud kiváltani emberekből. Én legalábbis ilyeneket már tapasztaltam. Tehát nem biztos, hogy a tükörbenézés az, ami segít. Nem is tudom, tehát ez egy olyan komplex, olyan nagy feladat lenne ezt kielemezni, hogy mitől megy rossz felé a világ, és mitől mehetne jobb felé. Erre az egész történelem már nagyon sokszor tett kísérletet, de az adott helyzetben az adott világ sosem volt elégedett, ha visszagondolsz. Hiszen akkor nem lettek volna háborúk, nem lett volna egy csomó, nem mindig van benne valami feszültség, valami meg valami igazságtalanság is. Az, nem tudom, te hogyan emészted meg, én az kevésbé jól az igazságtalanságot. Tehát, hogy mi az, amit nem tudsz elfogadni, feldolgozni? Mindent el tudok. Mi? Komoly? Minden. Tényleg? Mindent, és mindent fel is tudok idővel dolgozni. Hát nem azt mondom, hogy másnak már nem érdekel, de... Ez mesély, ez minek köszönhető? Hogy? Ez segíts! Hát... A közelmúltban is voltak olyan események, olyan történések, amin el kellett gondolkodni, hogy szerintem én valamit nagyon hülyén csinálok. Aztán rá kell jönnöm mindig, amikor egy bizonyos távolságból, egy bizonyos időből eltávolodva visszanézek, hogy nem baj. Tehát minden úgy van, volt és lesz jól, ahogy történt, és mindent jól csináltam. Még akkor is, hogyha az adott pillanatban az nagyon nyomasztott, és nagyon fájt, és nagyon rossz érzés volt, mert mondjuk egy igazságtalanságért. Jól feldolgozni? Ami neked még meló, amit tanulni kell esetlegesen? Nyilván, amikor történnek események, vagy olyan atakok, vagy olyan igazságtalanságok, akkor fölfújom a pofám, dühöngök, vagy bőgök, vagy... Igen, tehát ez a kettő. De igazság szerint én ezeket megtanultam kezelni. Megtanultam először is végig gondolni, és aztán feltenni magamnak azokat a kérdéseket, hogy nekem ebben mi a lecke, vagy nekem ebben mi a feladatom, vagy van egyáltalán ezzel dolgom. Történetesen milyen példát mondjak el neked? Én néztem egy interjút, és abban az volt, hogy volt egyszer, hogy a vehemesség, vagy esetleg hogy valami tetlegesség is fajult, volt valami hasonló? Nem tudom, két hölgy veszekedhetett és tépték egymást, vagy valami, mire gondoltál? Mert nem tudom, az nem derült ki az interjúból. Csak az derült ki, hogy volt valami atrocitás, vagy valami kis szóbeszéd, és valami... Nekem úgy tűnt, mintha arról beszéltél volna, mintha valakinek úgy nők úgy egymásnak esnek. Fogalmazunk őszintén. Megpofosztam az illetőt, aki egyébként a legjobb barátnőm volt, és aki nagyon csúnyán elárult. És ott abban a pillanatban ez nagyon fájt. Aha. És ez nem egy előre eltervezett retorzió volt, hogy bemostam neki egyet, hanem egy indulat, persze nem vagyok rá büszke, sokan büszkék voltak rám, hogy én ezt megtettem, mert azt mondták, hogy az illetőnek már rég kijárt, és hogy végre valaki elintézte, és én azt mondtam, hogy gyerekek, én erre nem vagyok büszke, mert nem nekem kellett volna, tehát nekem a legjobb barátnőm volt. Túl ment egy olyan határon, amit illik elviselni, és nem csak nekem illik elviselni, hanem bárkinek. És senki nem vette magának sem a bátorságot, sem az időt, sem az energiát, hogy szóljon az illetőnek, hogy figyelj, túlfeszíted a húr, tehát ez már nem oké.
És nyilván, hogyha nem lettünk volna ennyire közeli barátok, akkor engem se érdekel. Uh-huh. Biztos, hogy nem megyünk el odáig, hogy... De azt hiszem, hogy mindig azok tudtak a leginkább megsebezni engem, akik a legközelebb álltak hozzám. Megtépázott az élet? Hogy érzed? Hogy neked olyan gyaloggalop volt, vagy könnyen jöttek a dolgok, szerencsés vagy? Hogyan kell elképzelnünk a te életedet? Nem gondolom, hogy megtépázott. Nem volt egy előre kikövezett sima út. Uh-huh. Tele mindenféle buckákkal, vargabetűkkel, zsákutcákkal, egyebekkel. De én azt gondolom, hogy az egész életem, ami eddig történt velem, az ilyen népmesei dolog, hogy mit tudom, én elindultam a kis vándor botommal, meg a kis batyúmmal a Hamburg-Vasút pogácsban, akkor először át kellett mennem a három dombon, a három hegyen, aztán le kellett a sárkánynak az egyik, a másik a Isten tudja hanyadik fejét vágni, be kellett menni a mély sötét erdőbe, összebarátkozni a gonosz boszorkánnyal, és mindezt utána visszafele, hogy aztán mindig megkapjam az utam végén az ajándékokat. És meg is kaptam. Tehát ez így tökre rendben van szerintem. De csinálod előről? Persze. Tényleg? Hm. Mert sokszor mondjuk azt, hogy oké, elég kész, vége, nem csinálom nem tovább. Nem mondom, hogy néha nem vagyok nagyon fáradt, aha, meg hogy néha nincs tele a hócipőm, de azok csak pillanatnyi dolgok, mert mindig az jut eszembe, hogy oké, most ez a gödör alja, most sírd ki magad, üvöltöz, dühöng, sajnáld magad, aztán szedd össze magad, mert jön az ajándék. És akkor mindig az ajándékért. Aha, küzdesz. Aha, észmész. Ups, egy rövid szünetkérés nagyon fontos számunkra, és a leendő hirdetőink számára, hogy minél többen nézzetek és kövessetek minket. Így, ha még nem tettétek, akkor kérlek iratkozzatok fel a Szféra Péterfi Judittal YouTube csatornára, kövessetek be mindenképpen az Instagramon, és a Facebookon is megtaláltok, a hivatalos oldalomon tegyétek meg, kövessetek, nézzetek, köszönöm, hogy velem vagytok. De mindig kapva kaptál a lehetőségeken és éltél vele, vagy egyszerűen az élet rákényszerített arra, hogy egyéb iránt több lábon állj? Az elején úgy volt, hogy kapva kaptam rajta, utána pedig rákényszerített az életet. Akkor, amikor már egy gyereket nevelsz, vagy esetleg egyedül nevelsz, akkor úgy nehéz már affektálni, hogy jaj, ezt nem akarom megcsinálni, mert ez már nekem nem. Hát akkor valahogy bele kell úgy tudni helyezkedni, hogy abból mindenki jól jöjjön ki. De alapvetően kalandvágyó vagyok, tehát nekem ez nem esik nehezemre sok lábon állni. Meg tudod, azért ez egy roppant hízelgő dolog, amikor ennyi mindenben számítanak rám, vagy ennyi mindennel megbíznak, vagy ennyi mindenben úgy gondolják, hogy dolgom van benne. És téged bízna. Azért kérdezem csak ezeket a dolgokat mostanában, például a televízióban, vagy olvasom újságokban is nagyon sok színésznő, vagy színész került olyan helyzetbe, amire én nem is gondoltam volna, hogy tényleg a betevőért kell küzdeni nap, mint nap. Hogy tényleg azt gondolják rólad, rólatok, rólunk, a műsorvezető, tök mindegy tévében dolgozó emberekről, hogy ez egy ilyen csili-vili világ. Hogyan kell elképzelni a világot? Neked is voltak ilyen nehéz pillanataid, amikor egy ilyen helyzet volt? Vagy, tényleg? Pláne itt a vége felé, amikor már az amúgy sem létező tartalékaim is elfogytak, akkor azért volt egy-két olyan nap, amikor azt mondtam, hogy most ezt nem értem, tehát ez hogy történhet meg velem? De ebből is látszik, hogy engem nagyon szeret a Jóisten, mert mindig az, amikor már csak 3000 forint volt a pénztárcámban, ami pont a gyereknek a buszbérletre volt félretéve, akkor mindig jött valami ilyen ajándék lehetőség, hol egy kis podcast, hol egy kis online koncert, hol egy kis bár akármi, ami megmenekültünk. És most a vége felé, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ezért elmondhatatlanul hálás is vagyok, hogy a Budapesti Operett Színház fogja a kezünket. Pedig én nem is vagyok alkalmazott, én kvázi egy külsős megbízással dolgozom, de nem engedett el bennünket, és nyilván kell dolgokat tennünk érte, De van egy pici olyan mankó, amitől az ember megint embernek érzi magát, vagy akár mi azt is megkockáztatom, hogy művésznek. Aha. Hogyan tudsz tervezni? Hiszen, hogyha azt nézem, hogy a jövő, akkor az egy, a vírus miatt is iszonyatosan képlékeny. Kettő, neked, ha eltörik a lábad, ha bármi történik, akkor ott, szóval, hogy ez így elég keményen hangzik.
Figyelj, az idejét nem tudom megmondani, hogy mikor engedhettem meg magamnak, hogy beteg legyek. Mindig azon szoktunk röhögcsélni a kolléganőimmel, hogy annyi... Tehát az egy dolog, hogy én nem vagyok egy ilyen nagy plasztika hívő, mindegy, hogy miért, de időm sem volt még arra, hogy bármit magamon felvarassak, leszívassak át, mert tehát nincs meg az idő arra, hogy a szervezetemet egy kicsit lepihentessem, hogy mondjuk 6 hétig ne dolgozzak, amíg regenerálódom. Uh-huh. Tehát ezt 20 évvel mindenféle terveim voltak, meg álmaim ebben kapcsolatban, úgyhogy letettem róla. Így marad, ezt kész. 19 éves korom óta dolgozom, és tartom fent saját magam, és 19 éves korom óta ez mindig így volt, hogy nem lehetett nagyon előre tervezni. Az előre tervezésben az, hogy színésznő vagyok, nagyon sokat segít, ugyanis a színházak nem egy hétre terveznek előre, hanem évadokra. Uh-huh. Egy bemutatott darab, ha nem bukik meg azonnal a premiéren, az akár évekig, mi több, még akár évtizedekig is tud menni. Uh-huh. Tehát most például 2 darabot is próbálok az Operett Színházban, ami azt jelenti, hogy legjobb esetben is 1 vagy maximum 2 évre biztosan van valami feladatom. Uh-huh. De emellett sok minden mást is kell tudni csinálni, hogy egzisztenciálisan egyensúlyban tudjak maradni. Hogy mi lesz a nyugdíjas éveimben, bele sem merek gondolni. Esküszöm, ilyenkor én csöndben maradok, mert hogy így tényleg elképzelni az ember ezt nem tudja, hogy, ez, hogy az a díva, akit te vagy, az egy olyan helyzetbe kerülhet, ami létezik. Bárki. Hát leszámítva a nagyon Kossuth díjas, meg uh-huh. nagyon érdemes, meg egyéb érdemtelen művészeket. Viszel a díjakba egyébként? Hát figyelj, azt mondta egyszer valaki, egy nagyon nagy színész, hogy díjat az kap, akinek adnak. Uh-huh. Tehát sosem tudtam, hogy ki miért kap díjat, azt sem tudtam, vagy nem értette, hogy én miért kaptam akkor, amikor kaptam például a díjat. Egyetlen egy esetben éreztem azt, hogy jó, de jó, amikor az év musical színésze lettem az Operett Színházban, mert azért ott elég reális szempontok szerint vagyunk tartva. Uh-huh. Nekem az az elismerés, az az igazi Kossuth díj, vagy mindegy, minek nevezzük, hogy vannak feladatok. Tehát, hogy még mindig vannak feladatok, még mindig gondolkodnak benne, még mindig hívnak, még mindig megtelik a nevemre a koncertterem, fizetnek emberek még ebben a borzasztó pandémiában is, hogy az online koncertjeimet lássák. Tehát ez szerintem elég kitüntetés. Az más kérdés, hogy ebből nem fogok tudni nyugdíjas éveimbe félretenni egy svájci bankszámlára, de pont nem olyan régen Zoltán Erika barátnőmmel beszélgettünk arról, hogy meddig fogjuk tudni még ezt csinálni, vagy meddig kell nekünk színpadon lenni, és akkor megállapítottuk, hogy örökké. Én 60 év alatt például nem is adnék senkinek Kossuth díjat, uh-huh. mert azt gondolom, hogy az egy olyan elismerés, az olyan uh-huh. csúcsa a szakmai, akár tudós, akár zenész, akár színész, akár micsoda, építész, hogy azért meg kellene dolgozni. Tehát azt ne azért adjuk, mert nagyon szeretjük az illetőt, hanem azért, mert tényleg olyan évtizedeken keresztül olyan értéket tett le a társadalmunk asztalára, ami megkérdőjelezhetetlen bármelyik oldalról. Tehát te a munkában hiszel? Igen. És mit lát ez a fajta társadalom, ami most így körbevesz minket, ez miben hisz? Én bizakodó vagyok, hogy különösen ebben a pan... Bizakodó vagy naív? Mi? Bizakodó vagy naív? Tehát ki akartam nézni és látni akartam a szemedet. Itt az arcom. Igen. Nem naív vagyok, bizakodó vagyok a tekintetben, hogy a pandémia nagyon sok embert ráébresztett arra, hogy munkanélkül nem nagyon lehet pénzt szerezni. Vagy legalábbis nem mindenkinek. Na, igen, legyünk de már. De a nagy többségnek... Aha. Nagyon-nagyon nagy feladat az, hogy igen, most már el kell kezdenünk a saját portán körül sepergetni, és nem azt várni, hogy majd jön valahonnan valaki, és akkor összeseperget. Én ezt gondolom, ebben bízom. Nem vagyok naív, tudom, hogy azért
nem mindenütt tud ez működni, de azért ebben bízom, meg abban bízom, hogy a fiatalok is kezdenek arra rájönni, hogy oké, hogy ez nagyon menő dolog, hogy ülünk egy klaviatúra előtt és megfejtjük a világot, de hogy nem mindenkinek megy, nem mindenkinek fog sikerülni. Uh-huh. Tehát nem mindenkiből lesz Mark Zuckerberg. Az a fajta attitűd, amit te hozol otthonról, az édesanyádtól, az a fajta akarat, az a keménység, az a határozottság, az, hogy ő egyedül nevelt kvázi téged, azt látod egyéb iránt, hogy te viszed tovább? És hogy ez jó minta vagy rossz minta, azt te tudod igazából. Nem tudom, hogy ez milyen minta. Te mit érzel? Nem tudom, és nem is fejtegetem, mert nincs más alternatívám, mint megcsinálni a dolgomat. Nincs ezzel bajom, ezt láttam, ezt tapasztaltam, ezt tudom csinálni. Nyilván tudnék másképp is létezni. Tehát nem azért van ez, mert én ezt így döntöttem el, és viszem tovább az örökölt sorsomat, hanem egész egyszerűen azt teszem, ami van. És nem azon nyavajgok, ami nincs, vagy ami elmúlt, vagy ami lehetett volna. De hogyan lehet ezt kezelni például akkor, amikor látod azt, hogy bizonyos emberek bizonyos helyzetekben hogyan élnek el sikereket, teljesítményeket? Mit látsz, hogy egyébként az élet az mennyire volt igazságos hozzád? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés egyébként számomra, hogy... De ez is azzal kapcsolódik, hogy én hova helyezem el magam a világban, tehát hogy én hol látom magam. Uh-huh. Hogy képes lettem volna el bizonyos helyzeteket elfogadni, menyelni, belemenni azért, hogy jobb előmenetelem legyen, vagy jobb társadalmi megítélésem, vagy mit tudom én. És amikor azt kell válaszoljam magamnak, hogy nem, és ugyanígy csinálnám, és ugyanígy gondolom, és hogy az a pálya nem az én pályám, akkor az egy teljesen megnyugtató és nagyon felszabadító állapot, mert akkor nem avval vagyok elfoglalva, vagy neki mennyivel jobb, mint nekem, hanem azt gondolom, hogy voltak éppen ami nekem van, az tök elég és tök jó. Én nekem nem abból kell vacsorát elképzelnem, ami neki van, hanem nekem abból kell főznöm, ami nekem van. És akkor melyek azok a tulajdonságok, amelyeket így fel tudsz sorolni például, amelyek tudod, hogy előre vittek az életben? Először soha nem másoltam senkit. Tehát mindig, és ez a nagy tanítása volt ennek az időszaknak, hogy mindig mögé néztem a mások sikerének, hogy mi lehet a titok, mi az, ami nekem nincs, és nekik megvan. Mindig megfejtettem. A mai napig meglepődöm azon, amikor vidékre azt mondják, hogy jaj, úgy vártuk, Antika, engem egyszerűen ismerni. Tehát ez van bennem. De miért? Nem tudom, azért valószínűleg, mert külföldön éltem sokáig. Tehát 5 éven keresztül ugyanazt csináltam, amiből aztán később éltem, és mégis ott nem volt fontos, hogy én ki vagyok. Nem is tudták a nevem, mert kimondani is nehéz volt nekik. És valószínűleg ebben szocializálódtam, és még mind a mai napig szokom, hogy engem már itt ismernek. Hány évesen mentél ki egyéb iránt Hollandiába? 19. Tehát 19-től voltál kint, akkor 24-ig? Nagyjából? Igen. Valahogy igen. Így. Igen. Elvállod azt, hogy te vendéglátóztál ott kint, bárban énekeltél. És hogy annyira jó volt látni, vagy hallani téged most, hogy hallgattam az interjúkat, hogy utána elmentél az Opera színpadára, és ott énekeltél, de vállalod azt, hogy honnan jöttél, és utána pedig az Opera színpadról elépve elmész, és azt mondtad, hogy vidéken, egy falunapon, raklapon is képes vagy énekelni. Figyelj, erre nem tudok neked itt mondani, ebben semmi más nincs, csak mérhetetlen szeretet. Ez én egy józsefvárosi lány vagyok. Egy olyan közegből jövök, ahol roma gyerekekkel együtt játszottunk a játszótéren, meg a rabbi képzős, meg az Anna Frank gimnáziumi zsidó gyerekekkel játszottunk a másik játszótéren. Tehát egy hihetetlenül elfogadó, olvasztott tégely volt a józsefváros az én gyerekkoromban. Ez a fajta nyitottság jellemzi az egész életemet. Uh-huh. Tudod? És erre büszke vagyok, mert abból lettem az, aki. Hát, hogy tudok a zene közös nyelvén szólni bárkihez. A legkisebb falutól a MÜPA nagy színpadáig. Esztétika és plasztika magas szintű szolgáltatásokkal, prémium minőségű ellátással, a legkorszerűbb technológiákkal személyre szabottan. Artmedic, 25 éve önökért, a szépségükért. Mindig mindenkinek állandóan jelen kell lenni, és föl kell tenni a kezét, hogy itt vagyok, ahhoz, hogy látható legyen. Ez egy verseny. Ezt én nem szeretem. Nem vagy versenyző típus? Nagyon nem.
Nagyon nem. Nagyon nem, és az, hogy, hogy figyelj, arra emlékszem, hogy amikor elindult az úgymond másodvirágzásom, amikor... Mindjárt elmondom. Az volt, hogy a barátaim felhívták a figyelmemet rá, pont akkor, amikor voltak a tévéműsoraim, hogy felnőtt egy generáció, aki nem tudja, hogy én énekesnő vagyok. Uh-huh. Aki engem nem hallott énekelni. Csak a tévében látott akkor. Én voltam a sónéni a színes borítékjaimmal, vagy a beszélgetéseimmel, de fogalmuk nem volt, hogy én alapvetően egy énekesnő vagyok. Igen. És ez annyira, annyira elképesztett, és annyira elgondolkodtatott, hogy, hogy megszívtam magam, és gyorsan csináltam két teltházas műpa koncertet, és ott elindult a másodvirágzás, amikor arra fókuszáltam, hogy igen, alapvetően én egy énekesnő vagyok, és ez kell, hogy megmaradjon elsősorban majd az emberek fejében utánam. Uh-huh. Oké, hogy sokan emlékeznek a mai napig, hogy egy ilyen sisakba ijeszgettem a gyerekeket az űrgammákba, és egy generáció nőtt föl, hogy Xenia Láz, és ez nagyon édes dolog, és ezt nagyon bírom, meg nagyon, nagyon jó emlék. Meg az is jó emlék, hogy, hogy úgy emlékeznek rám, mint televíziós, de én nem vagyok televíziós. Tehát én soha nem akartam televíziós lenni. Nem kerestem ennek a lehetőségét. Csak nem ugrottam el előle. De ez jó. Aha, hát, meg egyébként észreveszed a lehetőséget, mert azt se veszi mindenki észre. Kaland volt, tehát engem az érdekelt, hogy milyen dologot játszunk, és olyan önazonos volt. Tehát nem akar, onnantól kezdve éreztem, hogy nincs ezzel sok dolgom, amikor már olyan feladatokat oktrojált rám maga a szisztéma, tehát a televíziózás, mint olyan, amihez úgy nem volt kedvem. Tehát ez nem én vagyok, nekem ez nem. Nem. Én most meg már aztán végképp nem. Tehát most már azt gondolom, hogy a jövő amúgy sem azért a fajta televíziózási, amit én szerettem, hanem például az ilyené. Aha. Ha valaki beszélgetős műsorokat akar nézni, fölmegy a YouTube-ra, és megnézi. Tanult hivatásod az, hogy énekesnő vagy. Mégis színpadon is lát. Várja másodpercet. Elnézést! Ha-ho! Egy kis csendet kérünk, köszönjük szépen! Na, ilyen az, amikor a szulák oda szól, igaz? Most mutatta meg a foga fehérjét. Na. Kiengedtem a dolgokat. Amit kell, az kienged. Most kiengedtetted. Meddig kellett bizonygatnod azt, hogy neked vannak színészi képességeid is, vagy színésznői képességeid is? Mert hogy láttunk már azért olyan Rutkait, vagy Latinovicsot, akinek nem volt színész diplomája, tehát nem végzett a színművészetén, mégis kiváló színészek voltak. Neked kellett ezt bizonygatnod, hogy elfogadjanak egy bizonyos körben, egy bizonyos szerepkörben? Ez nagyon érdekes volt egyébként, mert egy fantasztikus kiugrással indult a Hotel Mentorral az operetben. Az egy őrületes detonáció volt, amit utána követett, hogy a Győri Nemzeti Színházban rögtön egy főszerepet rám bízott Kocsmáros György. Ezzel megteremtve bennem azt a vágyat, hogy engem ez sokkal jobban érdekeljen, mint bármi más. Uh-huh. Sikeres is volt az előadás, nagyon, és nagyon szerettem ezt az előadást, meg ezt a várost, Győrt, a győri közönséget, a győri színházat, és Böhm György volt a rendező, és innentől kezdve, mint a golyó a lejtőn elindultam, hiszen láttak más rendezők, más színházigazgatók, jöttek a feladatok is. Amikor a Budapesti Operett Színházban Kerényi Miklós Gábor lett az igazgató, és Böhm György megrendezte a Funny Girl-t, na, ott kezdődött el egy kis másik irány, mondjuk egy ilyen fajta a hopp után a kop, mert ott azt éreztem, hogy bizony itt nem elég az, hogy én egy ismert előadó művész vagyok, itt azért engem zsűriznek a Kossuth Díjas kollégák. Nem tartott sokáig a dolog, egészen addig, ameddig el nem kezdtem nekik énekelni és értelmezni a dolgokat, és onnantól kezdve csodálatos kapcsolódásaink lettek. A szakma egyébként akkor elfogadott? Hát az első próbákon nem. Tehát kimondatlanul ott volt a levegőben, hogy mit keres itt ez a tánctal énekesnő. És Kulka Jani volt, aki nagyon-nagyon sokat segített. Tehát ő bele kellett kapaszkodni, de ő tartotta is a kezét, hogy kapaszkodjak bele. És aztán mondom, még az első próbák után vissza is akartam adni a szerepet, és azt mondta a rendező, hogy figyelj, csináld végig,
ha nem leszel jó, akkor majd azt mondjuk a premiéren, hogy beteg vagy. De már a második hét után eszembe sem volt visszaadni. Addigra megtörtént ez a bizonyos áttörés, és onnantól kezdve úgy gondoltam, hogy nekem nem avval kell foglalkoznom, hogy most elfogadnak vagy nem fogadnak el azok, akik már régóta ott ülnek, hanem a maximumot ki kell hoznom azokból az elvárásokból, amit felém támasztanak. Kritikus vagy? Igen. Kicsit igen, kicsit nem. Az most mit jelent? Na. Azt, hogy szeretem magam egy kicsit. Tehát képes vagyok magamnak időnként dolgokat megbocsátani, aztán megdorgálom magam, és a szedd össze magad, mert ez így nem mehet tovább. Tehát, miért ütöd magad, és miért simogatod magad? Hát a lustaságomért megállás nélkül, a sebezhetőségemért azért nem ostorozom magam. Jól vagyunk, tehát nevelgettem magamat. Az érzékenységhez hozzátartozik persze a sebezhetőség is, ami olykor azért biztosan odavág. Érzem azt, hogy bárkit kivetne a szakma magából, sajnos, pedig nem lenne baj időnként. Na, igen. És azt miért nem veti ki? Vagy... Nincs konstans értékrend. Fáj? Nem. Nem, de attól ez még tény. Nem tudunk egy abszolút értéket fölállítani. Annyira sokféle inger, izmus, ötlet, képesség, stb. Van most a világban, hogy nincs egyfajta értékrend, de társadalmilag sincs. Te milyen értékek mentén tudsz haladni, amiben hiszel? Munka és befektetett energia nélkül a siker az egy lufi. Az egy pillanat alatt kipattan, kibukkad. A másik dolog, amiben nagyon erősen hiszek, nem ártok soha senkinek. Tehát nincs az Isten, hogy én valakinek ártsak. Ha véletlenül valami olyan tudomásomon kívüli kellemetlenséget okozok bárkinek, akkor biztosan nem nyugszom addig, amíg nem tisztázom a helyzetet, és el nem simítom a vélt vagy valós feszültségeket. Magyarul például soha senkinek a vállára állva nem akartam semmit elérni. De ez az én személyiségre jegyem, tehát ezt én így tudom. Nem alázok meg soha senkit, semmilyen körülmények között, és nagyon hálás vagyok. Tehát mindig hálás vagyok. Mindig tudom, hogy kinek és miért. Mindig. Azt, hogy az édesanyád álmait megvalósítottad, azt már túlszárnyaltad egyébként? Mert hogyha azt nézem, vagy olyan értelemben kérdezem ezt, hogy ugye beszéltél arról korábban, hogy ő nem tudott kiteljesedni, vagy nem sikerült neki valamilyen formán, és ebben szerepet játszott a politika. Is. Meg ő maga is, tehát én azt gondolom, beszéltetek erről? Persze. Persze. Tehát a politika abban az időben mindenkinek az életében elég intenzíven beletenyerelt. Akkor is volt két lehetősége mindenkinek. A bevállalom és integrálódom, vagy a nem vállalom be, de akkor körön kívül maradok. De te nem érzed, ez az 50-es évekről beszélünk, te nem érzed, hogy az 50-es évek itt kopogtak az ajtónkon? Én sokszor felvállalom, hogy ez a véleményem, de nem. Nem, én azt érzem, hogy amióta a világ, ez így van. Tehát ez egy illúzió, hogy ki, mikor, hogy érezte magát szabadnak. A szabadság az belül van. Az belül van. Azt ne várd sem egy politikai kurzustól, sem egy gazdasági fellendüléstől, vagy éppen recessziótól. Az belül van. Azt te teremted meg saját magadnak. Senkinek a halántéka mellett nem állnak fegyverrel, hogy már pedig csak és ezt kell neked csinálni, ameddig lélegezni tudsz. Eldöntheted. Melyik utat választod? Hogy melyik utat választod, igen. Amikor azt mondod, hogy a második világkorodat élted, hogy fogalmaztál, igen, másodvirágzás. Másodvirágzásodat élted. Egy percig sem szálltál el magadtól? Hova? Honnan? Nem tudom. Hát azért én azt látom, hogy, figyelj, veletek lehetett tárgyalni azzal kapcsolatosan például, hogy mikor, hol, interjú,
precíz vagy, pontos vagy, itt vagy. Azért ez nem mindenkire jellemző. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan, hogy de, igenis elszálltak, és ki kell mondjam, hogy elszálltak. Ez csak egy példa volt, ugye egy forgatásról beszélünk most, de lehet az egy bármilyen jelenbéli kérdés is, amit esetlegesen tapasztal az ember. Vagy sztárral űr, ha érted. Ezek nagyon érdekes dolgok, mert mindig, amikor valami olyasmit látok, ami szemet szúr, aha, mindig mögé nézek. És a 10-ből 9-szer azt érzem, hogy ebben valami csak kompenzálódik. Tehát amikor valaki elszáll, én azt gondolom, hogy akkor azt leplezi, hogy belül rettenetesen bizonytalan abban, hogy ez a jelenlegi állapot, ez valódi-e, és hogy tartós-e. Uh-huh. De azért kérdezem, csak a személyiség torzulás, azt lehet látni, és a televízió szerintem képes arra, hogy abszolút, ezt a fajta... Abszolút. Igen, de az is időleges, mert mondom, utána amikor már ki... Tehát nyilván, ha valaki, a Jakub Cseh Gabi mondta, hogy ha valaki 5 éven túl képernyő van, annak torzul a személyisége. Ezzel nem tudok vitatkozni. De aztán, amikor majd éppen nem lesz képernyőn, mert nagyon kevesen vannak olyanok, akik mondjuk 5-10-20-100 éve már képernyőn vannak, akkor kiderül, hogy emberileg, vagy szakmailag, vagy erkölcsileg miből van az illető összegyúrva. Hogy képes-e létezni képernyő nélkül, képes-e létezni hírnév nélkül, lájkok nélkül. Néha szoktam ilyen kicsit kimenni így a kamerából, de csak azért, hogy meglepjek mindenkit egy-egy ajándékkal. Csak azért, hogy még jobb kedve legyen. Fogadj sok szeretettel. Egy kis támogatónk. Nem, illatold meg, kóstold meg, mindjárt elolvasom, hogy pontosan mit rejtett. Mert képzeld el, hogy külön nektek készítették. Úristen. Olyan értelemben, hogy így nem tudom mi alapján, de hogy stílus szerint így válogattak. De és ez is mondtam, nagyon finom, bármi is ez. Képzeld el, azt tudod mi? Az naran chili. Álom finom. Itt. Érzem, hogy így körbeleng bennünket. Figyelj, téged az Odorom Mood Collection Sandalwood névre keresztelt pálcikás illatosítójával leptek meg. Egy elegáns, visszafogott, nőies illat a lakás bármely részébe elhelyezheted, intenzitás nyújt, illatosítás segít. Te egyébként, hogyha igen, a nőiességedet mi jellemzi? Mondjuk ez se rossz. Az én nőiességemet? Mire gondoljunk? Tehát, hogy figyelsz arra? Mert hogy tényleg, te mindig, ahogy én látlak téged, te mindig ilyen nagyon nő vagy. Próbálnék meg nem az lenni. Jó, láttalak már káromkodni, és hallott. Az kifejezetten tetszett, hogy hol? Van egy ilyen édes. Itt ott, amott. Szerintem nőnek lenni jó. Szeretsz nőnek lenni? Aha. Tényleg? Uh-huh. Egy 21. századi nőnek hogyan kell kinéznie? Milyen tulajdonsága? Mivel kell bírnia? Húha, nagy kérdés, tudom, de hogy biztos van ilyen. Én még azt sem tudom, hogy a 20. századnak milyennek kellett lennie, vagy milyen volt, mert annyira sokféle volt, figyelj. Hát, ha végigmész a 20. századon, így évtizedenként, akkor mindig másfajta nő, típus nő ideál volt a jó. Annyi mindent hozott a történelem, és annyi mindenhez kellett alkalmazkodni a nőknek is, tehát nyilván a férfiaknak is. Tehát még ha visszagondolsz, a 20. század fordulóján hosszú szoknyába jártak a nők, nagyon szigorú erkölcsiség volt a levegőben, persze a háttérben nem. Jött az első világháború, amikor az aktív férfi lakosságnak nem tudom hány százaléka odaveszett. A nőknek át kellett venni egy csomó férfi szerepet, családot kellett fenntartani. El kellett menni dolgozni, gyerekeket kellett nevelni egyszerre munka mellett. Akkor utána a 20-as években megrövidültek a szoknyák, felszabadultak a nők, lekerültek a fűzők, jött egy csomó szabad, meg szabados dolog az életbe, ami még a 30-as években is elnyúlt, és akkor kapott egy második gyomrost a világ a világháborúval. Ott megint le kellett tenni a rúst, meg a púdert, és el kellett menni a gyárba a fegyvereket gyártani, vagy repülőgép alkatrészt, vagy tehát számtalan dolgot. És férfiak helyett is kellett feladatokat vállalni. És ez még csak az első 4 évtizede a 20. századnak.
És ezért kérdezem a mostanit, hiszen ha azt látom, hogy most te egyedülálló anyukaként, így fogalmazhatok? Egyedülálló anyukaként, akkor férfi szerepet is betöltesz, hiszen te vagy a család fenntartó akkor. De most a kérdés az az, hogy vannak-e még férfi-női szerepek? Vagy kell-e? Hiányzik-e neked? Ez azért komplex, mert én szeretem a női szerepeimet. Tehát én szeretek nő lenni, szeretek anyuka lenni, szeretek háziasszony lenni, sütni, főzni, takarítani, kertészkedni, macskákkal bajlódni, kötögetni. Tehát a klasszik feminin dolgokat én nagyon szeretem. De mivel, hogy az életem nagyon fiatalon már megedzett arra, nem derogál becsavarni egy villanykörtét se. De hozzáteszem, hogyha lenne olyan jelentkező, akkor én boldogan átengedem neki a csákányt, a kalapácsot, a fúrót, a vésőt. Érted? Nehéz neked ismerkedni? Mert hogy szerintem... Ismerkedni nem. Nem az ismerkedés nehéz. Az elköteleződés. Az az igazság, hogy jól érzem magam a bőrömben. Ez nem kamu? Már olyan értelemben, vagy tudod, amikor így az tudod, ember... Tudod, hogy hányszor tettem fel ezt a kérdést magamnak? Hogy hazudok én most magamnak ezzel, hogy jó nekem? Nem. Nem hazudok, tényleg nagyon jó nekem. Így. Mindenben vannak fokozatok. Az is lehet, hogy ha nem egyedül élnék, akkor is jó lenne. De egyelőre nem nagyon látom itt a Podmanicki utcában a másik felemet. Tehát azt, akivel úgy egy életet el lehetne képzelni. Nem hiányzik valakivel felkelni, valakivel elmenni, hosszú távon tervezni? Ne vegyük egy kalap. Vannak dolgok, amik hiányoznak, és vannak nem. Van, ami nem. Így rendezkedsz be? Ez nem berendezkedés kérdése, ez elfogadás kérdése. És ezt elfogadtad? Igen, mert tudod, nem vagyok versenyző alkat, ezt már mondtam. Én nem tudok kiállni a húspiacra, ahol friss, ropogós áruval kellene, versenyre kellnem. A korban hozzám illő férfiak ebben az életszakaszukban közvetlenül a kapuzárási pánik kellős közepén általában lecserélik a jól futó, mit mondjak neked, zsigulit egy menő. Na. Mit mondjak neked? Egy menő, mit tudom én, milyen menő? Porsche? Nem, még csak nem biztos, hogy annyira belefér a dolog, de mondjuk egy menő mai Opel Corzára, érted? Ó, értem. És az olyan megalázó, amikor egy nő azt gondolja, hogy ugyanolyan hatóerővel bír egy érett korban, mint amikor 21-2-3-4 éves. Nem ugyanaz a dolog. De más. Épp ezért másképp, viszont én nem nagyon találkoztam mostanában olyan független férfiakkal, akik ezt a másképpet értékelnék. Szeretnék, vagy értékelnék. Aha. Igen, mert általában azok a férfiak, akik ezt a fajta értékrendet szeretik, azok boldog, kiegyensúlyozott családi életet élnek a párjukkal, 40 éve, vagy itt a hány éve. Érdekes volt, hogy egyszer azt olvastam rólad, hogy neked azt nyilatkoztat, hogy nem jött össze ez a családosdi. Ez mit jelent? Mit jelent nálad a családosdi? Hát a apuka, anyuka, két gyerek, 3-4-5 gyerek, nagymama, nagypapa, nem. Így képzelted el korábban? Ezt szerintem mindenki így képzeli el. Csak aztán erre vágyik. Szembe jön az élet. Igen. Igen, csak, és nem csak nekem jön szembe az élet, de nagyon sok mindenkinek, ahol megint csak van két választás, hogy maradok, végigcsinálom, fog összeszorítva addig, amíg ki nem repülnek a gyerekek, és aztán majd utána kezdek el azon tébolyogni, hogy mi legyen az életem, vagy nem bírom a nyomást, és elválunk, és aztán majd csak lesz valami. Tehát nagyon sokféle alternatíva van egyébként itt. De miért azt választottad, amit? Mert én nem akartam mérgező kapcsolatban élni, és nem akartam, hogy a gyerekem egy olyan kapcsolatban nőjön föl, ahol, ami már nem működik. Aha. Tehát akkor nem haragudtál magadra, amiatt, mert kimertél szállni, mertél lépni. Nem.
Nem. És szerencsére már a gyerekem édesapjával is teljesen normális lett a kapcsolatunk, tehát benne sincs már harag. Igyekszünk úgy nevelni a gyerekemet, gyerekünket, hogy épp egészséges pszichével és lélekkel nőjön föl. Szereted az életed? Uh-huh. Milyen jó, maga biztosan mondod. Én pedig azt szeretném, hogyha te jól éreznél magad, és mondtad, hogy kevés időd marad egyéb iránt arra, hogy szépítkezzél, vagy magaddal. Mit is mondtad, hogy nincs időd arra, hogy plasztikázzál, én nem is plasztikázzal küldenélek, hanem csak átadnék egy ilyen szeretett csomagot neked. De bonts ki, mert hogy egy tök jó meglepetés van benne. Ez egy doktor házi készítmény. Ez egy ajándékcsomag, egy 100%-os természetes összetételű, és van benne luxus kristályterápiás nyak és dekoltázs ápoló. Csí, plusz még van benne egy meghívó, hogyha azt elolvasod. Az egy holisztikus arcdiagnosztizálásra, egy 2 órás személyre szabott természetes arcfiatalításra, melyben manuálterápia, bioarcplasztika és a biotechnológiai hatóanyagokkal való sejtszintű bőr megújítási a főszerep. Figyelj, nem kell tanulmány, élvezni kell majd ezt a cuccot, érted? Annak, aki hisz még a csodákban, de én nagyon szívesen elmegyek, mert a kényeztetést azt szeretem. Hiszel még a csodákba? Na, kicsit. Minek? Tehát ez már, figyelj, én nagyon megdolgoztam. Várj, elvezet az életkezmemet. Nem. Épp azt mondom, én nagyon megdolgoztam ezért az arcért. Tehát az összes ráncomért, az összes táskámért, az összes gödröcskémért, a tokámért, a mindenfélemért. Elfogadtad magad akkor? Hát igen. És ha nem fogadom el, akkor szerinted megáll az idő? Vagy visszafordítható? Nem. Lehet szépen méltósággal is haladni az idővel. Kinek vérmérséklete szerint? Tehát van, aki úgy szeret, vagy úgy tud, hogy egy kicsit itt igazítom, kicsit föltöltjük, kicsit leszívjuk, kicsit, és akkor ő boldog. Nincs ebben semmi baj. Nekem is van egy csodálatos bőrgyógyász barátnőm, aki időnként egy kicsit újrafutózza a karosszériát. Vagy nem tudom, a gumit szokták újrafutózni? Mindegy. Mindegy. Szóval elfogadjuk, jó vagy? Igen, érted? És akkor én is boldog. Dőlnek, fekszenek ott a lányok, ez a legvicc. Jó, igen. Hogy egy kicsit rendbe rakja a dolgokat, hogy azért mégis, ha én belenézek, akkor nem mondjam azt, hogy Jézus Máriám. De olyan nagy, drasztikus generáltatarozásra szerintem nem vágyom. Oké, hogy most ez a mostani világ ezt pusolja mindenkibe, hogy ne öregedj meg, maradj fiatal, maradj vékony, maradj hosszú szőke combú, stb. Én 20 éves koromban sem voltam olyan. Igen, de amikor azt mondták, hogy fogyjál le, tehát hogy azért az mellbevágott téged is, nem? Első körben, mert volt ilyen. Persze, de nem értettem, hogy miért, és amikor lefogytam, akkor sem volt jó. Akkor most mit gyötörjem magam? Ja, igazad van. Sok hülye. Nem az volt a lényeg. Akkor sem az volt a lényeg. Tehát tudom, hogy a világban van egy ilyen trend, hogy a külsőségek döntenek. Elsőre. Másodikra már nem. Igen, csak nem mindenkinek van második esélye, tudod, szerintem az... Teremtse meg! Jó végszó! Menned kell. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Egyébként pedig... Jó szemét végszót hagytam mindenkinek. Az arc öregedési folyamata természetes módon visszafordítható a doktorházi bioarcplasztikával. Keresse a doktorházi szalonokban. Nagy gondossággal megalkotott különleges aromák minőségi alapanyagból, melyek otthonod tökéletes kiegészítői lehetnek. Teremts kellemes környezetet az illatok segítségével. Módia, az illatok világa, az illatosító termékek, légtérillatosító készülékek webáruháza. Szépség és egészség egy helyen, egy kattintásra az ön otthonában. patikaweb.hu. Gyors, biztonságos és minőségi termékek azonnali szállítással. A műsor támogatója a patikaweb.hu.